Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Én Petra vagyok, és ez pedig a 100 baba kihívásnak a következő része. Na most arra gondoltam, hogy ez a mai rész lehetne egy ilyen kis csillezős, kis nyugi, kis leülünk a gép elé, és csak nézzük, ahogy játszom rész, ugyanis még mindig beteg vagyok, már kezdek kilábalni belőle, de még mindig beteg vagyok. Szerintem a hangomon halljátok is, úgyhogy mindenki ragadjon magához egy adag forró teát, és nézzük, hogy mi fog történni ebben a részben. Szóval a gyerekek most jöttek meg az iskolából, és Ace, ahogy látom, négyes tanuló lett? Igen, négyes, azt hiszem. Az előbb itt láttam. Igen, négyes tanuló lett, úgyhogy meg kell csinálni a háziát, nincs is annyira rossz hangulatban, hogy most ne tudná rögtön megcsinálni a házi feladatát. Az ikrek Claire és Branson, Jézusom, ilyen borzalmas állapotban hagytam itt őket, ők menjenek is aludni nagyon gyorsan, mert nagyon álmosak, ahogy látom. Máli pedig most ugye nem terhes. Igen, ő nem terhes most, ami nem baj, mert lehet, hogy kezdek majd lassan besokalni a sok gyerektől. Most is az előbb Emily és Dorian borzalmasan sokat sírtak, de azért jó lenne folytatni a kihívást, tehát úgy kéne valahogy ezt csinálni, hogy valahogy legyenek gyerekeink azért, de mégis könnyű legyen velük bánni, ami ugye igazán lehetetlen, úgyhogy nem hiszem, hogy ez sikerülni fog majd bármikor is megvalósítani. Na mindegy, Ace megcsinálta akkor ugye a házit, szuper, akkor mehetünk pisilni, és ehetünk. És azt nézem, hogy a negyedik szint, igazából semmi más dolga nincsen, csak annyi volt, hogy megcsinálja a házi feladatát, úgyhogy le is fekíthet utána aludni. És ez a gyerek is sír. Te jó ég. Leállnak, úristen. Sose fogom megtanulni, Miley-nak is kéne aludnia, jó. És most megint sír, úgyhogy nehogy lefeküdj aludni. Igen, és akkor most lefeküdhet aludni, mert most ők is alszanak, szuper. És Ace, hogyha ő lefeküdne, igen, és lefekszik aludni, és gyorsul az idő, te jó ég. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy fog gyorsulni. Jaj. Na hát, már megint bőg az egyik gyerek. Most ez nem tudom, hogy miért bőg, lehet, hogy éhes, szerintem éhes, mert már elég rég kapott kaját. Oké, szerintem Claire-t felkeltem, és megfürdetem, adok neki egy habfürdőt, hogy egy kicsit jobb hangulatba kerüljön. Na persze, most kezdesz el bőgni. Gratulálok, csodálatos. És nem, jó van, gyorsan cseréld ki a pelenkáját, és utána megyünk és folytatjuk Claire megfürdetését, mert valamiért ide lerakta azt annyi. És megint bőg az egyik gyerek. Most már fürdesd meg, légy szíves. Köszönöm. És utána Billy-re kéne szoktatni ugyanúgy Claire-t. Kibírja az a gyerek addig. Remélhetőleg. Ugye? Remélhetőleg kibírja. Te meg mennél segíteni anyádnak, de sajnos nem tudsz, úgyhogy ezt inkább felejtsd is el. Ez micsoda? Van itt egy újabb ilyen kis izé. De szép. Csináljunk ilyen, csináljunk ilyen karácsonyi crafteket. Menj el, légy szíves. Szoktasd Billy-re gyorsan. Bár szerintem már, nem, még nem volt késő. Szuper! Azt kéne kitalálnom, hogy miket fejleszkedtünk eddig a tipegőknél. Ahogy látom, a movementet Claire-nél, úgyhogy a movementet fogjuk folytatni. És ugye Bransonnál pedig a kommunikációt, nem azt, szerintem a thinkinget. Ugye a kommunikáció az egy pici-pici csalás, mert nagyon-nagyon hamar megy föl az a jártasság a tipegőknél, hogyha azt a nagy kutyát vagy bármit használják, úgyhogy ez egy pici csalásnak érzem én. Játszunk valami játékkal, mert Miley eléggé készen van, utána pedig igen, mehetnénk enni, és neked is föl kéne kelned, téged is meg kéne fürdetni, de előtte te is egyél inkább, és majd egy kis idő múlva akkor téged is megfürdetünk, utána pedig Claire-nek kéne a movement jártasságát fejlesztenie,
úgyhogy játszunk egy ilyen játékkal. Teljesen jól van, Claire, úgyhogy tök szuper, és ó, hétvége van, de jó, és új év, na ne csináld. Én nem akarom megünnepelni az új évet. Ó, Jézusom. Ó, mi ez? Make resolutions. Oké. Akkor tegyünk most Leával és Ésszel újévi fogadalmat. Mondjuk, legyen az, hogy lose weight. Szóval, ezt miért nem tudja? Ó, mert fit. Egy hétünk van megcsinálni ezt a fogadalmat. Jó, legyen ez. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Nem olyan nagy baj, hogyha nem sikerül. És te pedig become a better student. Na, ez, igen. Ezt szeretném én. És party spirit, jó mondjuk, akkor gyakoroljuk az éneklést, meg mit tudjam én, ennyi. Daydream, ez micsoda, cuki lehet, de nem tudom mi ez. Finish extra credit, ó, lehet extra kreditet csinálni, szorgalmit, úgyhogy azt is csinálni fogunk majd. Jó, elég lesz, elég lesz. Megint bőg az egyik gyerek. Etessük meg, aztán foglalkozunk vele, őnekül meg cseréljük ki a pelenkáját, és megint csak nem hallom a saját gondolataimat a gyerekek miatt, a gyerekek ordibálása miatt, de nem baj. És utána pedig megfürdethetnénk Bransont, meg vagy, vagy, énekelgettem, hogy teljesen magában tök aranyos egyébként. Jaj, egyébként el kéne menni pisilni, nem, ne ide menjünk, mert nem tudom, hogy hogyan fogunk végezni, el kell mennünk pisilni, aztán vegyünk egy fürdőt, és együnk, és utána megcsinálhatjuk az extra bár azt most nem, megcsinálhatjuk az extra házi feladatot, és megint bőgnek a babák. Málni meg megint teljesen készen van, vagyis hát ez egy egyik baba bőg. Oké, cseréljük ki a pelenkáját, és utána pedig aludjunk. Jó, most már minden rendben lesz, esküszöm, most már tényleg. Szóval mit is mondtunk? Az imagination-t fejlesztettük nála, vagy mit mondtunk? Teljesen elfelejtettem. Szóval movement második, harmadik, nem? Akkor a thinking-et, igen, a kockákat. Kockákat. Jó, elég lesz az éneklésből, te jó ég. Hát nem hiszem, hogy nagyon vissza fogunk számolni éjfélkor, mert Lea, miért akarok mindig Leát mondani? Miley kidőlt, és szerintem ész sincsen olyan hangulatba, hogy kéne, vagy hát, hogy tudna. Elértük a thinkingnek a következő szintjét, és valamiért battery low. Nagyon beleszól a mondandómba, hogy battery low, és akkor még ne legyek ideges. Hát ilyet. Szóval, mint mondtam, Branson valamiért ideges. Bocsánat, felraktam töltőre a fülhallgatómat. Szóval valamiért mérges. Igen. Dühös. Csak sikerül kinyögnöm. De ez minket most nem érdekel. De jó, hogy egyre több pakolófelület van, amire a koszos tányérokat tudják rakni, ezt én nagyon-nagyon élvezem tényleg. És amúgy elérte a következő szintet, Branson, hányadikat, azt hiszem a negyediket, harmadikat, igen. És te pedig a movement harmadik szintje vége fele érsz lassan, úgyhogy lefeküdhetsz aludni. És Bransont Billyre kéne szoktatni, úgyhogy gyorsan fölkeltem Miley-t, és Billyre szoktatjuk Bransont. Megromlott a kaja. Hű, de jó. Valaki megint meghalt. Mindig meghal valaki. Úristen, de hangos. Nagyon hangos. Te kérlek. Beszélgess valakivel a neten. Inkább. Oké, te pedig éppen intézed a dolgod, szuper! És utána mehetsz vissza játszani. Olyan, mintha négy babánk lenne, de igazából nem négy van, csak kettő. De azért így is eléggé
durva. Nem is tudom például, hogy Máli mióta nem festett, tehát szerintem eléggé régóta nem festett. Na mindegy. Mit legyen mondjuk? Chili. Csináljunk chilit. És megint elkezdett bőgni a gyerek. A chilit akkor is megcsinál, engem nem érdekel. Kell a kaja. Hé, hey, nem mondtam, hogy befejezheted. Nem, nem. Játsszál csak velük. De pedig... Vagy hát én, ezt kidobom. Oké, okay, hogy van? Ész. Ész tök jól van. Örülök neki. Igen, nem számoltunk vissza. Keep looking for it. Oké. Okay. De hát még el tudjuk nézni végül is, és talán akkor megkapjuk ezt a izét. Ezt a dolgot, amit meg kell kapnunk, ezt a Countdown to Midnight-ot, tehát hogy visszaszámlálás éjfélig. Hát ez így eléggé durva lesz, mint nem mondjak, egy kicsikét nincs időnk semmire, és ez eléggé nagy gond, szerintem. És megint bőg, és nem hiszem el. Ó, Istenem. Branson elég éhes, úgyhogy őt azért felkeltem enni. Mert nem akarom, hogy elvigyék, utána visszafeküdhet aludni. Szerintem Claire-t is felkeltem enni, mert egyszer úgyis fel kell kelnie. És te pedig hagyd abba a tévénézést. Úgy tűnik nem kapta meg egyébként ezt a visszaszámlálós valamit, úgyhogy ez felesleges volt, de mindegy. Oké, okay, megint bőgnek a babák. Hát ez csodálatos. És hát ez csak az egyik, úgyhogy ezzel még meg tudok birkózni. Aludjunk vissza. Hogyha tovább sírsz, én nem tudom, mit csinál, kiváglak a hóba, vagy nem tudom. Na, te visszafeküdtél aludni, Claire pedig igazából nem tud szerintem mit csinálni. Úgyhogy... stackeljünk egy kicsit, mert szeretném, hogyha valamelyikőtök legalább fölkelne, vagy fölnőne. Lea, vagy Máli, ki vagy? Bőg a babád. Azért ezt el kéne látni, nem? Egyébként nem régen láttam a Mamma Mia 2-t, és azt kell mondanom, hogy én majdnem, hogy végigbőgtem az egészet. De a végén nagyon. Tehát a végén nagyon-nagyon sírtam, és a legeslegvégén, amikor énekel mindenki együtt, akkor sírtam talán a legdurvábban. Úgyhogy hát elég nagy hatással volt rám a film. Alapból nagyon szeretem egyébként a Mamma Mia-t, és olyan jó volt. Csak olyan szomorú, hogy nem lesz már több része, meg mit tudjam én, meg nagyon kis szép és kedves történet volt, nagyon jók voltak a színészek, a díszlet. Tök jó, hogy mindenki föltűnik benne újra, hogyha amikor azt mondom, hogy mindenki, akkor úgy értem, hogy tényleg mindenki, tehát még a rőzse vívó asszonyság is, vagy mi az, nem, vagy rőzse volt, az nem tudom, na mindegy. Szóval mindenki. És... olyan kis nosztalgikus hangulatba kerültem, és annyira jó volt látni így az egészet. Szóval, ja, jó volt. Jó volt, és nem tudom, hogy mikor fogok arra készen állni, hogy újra megnézzem, mert mindenképpen meg szeretném majd nézni újra természetesen, hát ez nem ilyen egyszernézős. De egyelőre nekem még ez ilyen egyszernézős, tehát nem tudom, hogy mikor fogom tudni megnézni újra, mert tényleg, já, nagyon... nagyon durva volt, és nagyon jó amúgy. Na mindegy. Ezt is takarítsuk le. Akkor csinálnunk kéne valamit, mondjuk egy kis taco kasszerólét, ez még mindig nekem nagyon-nagyon tetszik, és sír már megint az egyik gyerek. Mikor fog tudni így Lea egyébként edzeni? Sőt, egyébként hol van a jóga matracunk, mert az valahol itt volt, de betemette a hó szerintem. Hát, nem tudom. Oké, ész felkelt, foglalkozik a szükségleteivel, szuper. És tudunk egyedül menni? Tudunk. Helyes, akkor menjünk gyorsan potizni. És tök jó lenne, hogyha felfogadnánk egy takarítót, mert... hát eléggé sok dolog van, amit kéne takarítani, meg úgy csinálni.
De nem tudom, hogy amúgy arra nem, tényleg nem emlékszek, hogy ebben a kihívásban lehet fogadni takarítót, mármint, hogy az nem szabályszegés. Vajon? De nem tudom, tényleg nem tudom. Na mindegy. Nem tudom, hogy kiírta már a játék, hogy nem akarjuk-e felnöveszteni a gyerekeket. De álmos vagy, akkor te menj aludni. Jó. És te is alszol, szuper, és te pedig szomorú vagy egyszerűen csak. New skill day. Hát jó, de hát most ez nekem annyira nem kell, hogy így, hát mit? Mit tanuljunk? Én nem tudom. Mondjuk sakkot. Sakkozzunk a new skill day-je. Te mit csinálsz? Ne építs semmit. Meg kéne keresnünk azt a hülye jóga matracot. Vajon hol van? Tehát itt volt valahol, de hát most így nem tudom, hogy hol van, úgyhogy be kell mennünk. Oké, és ment, hogy ide a építésmódba, és a jóga matracot. Igen, elő kell bányásznunk. Hova rakjuk? Ha ide rakom, akkor ez itt el fog tűnni. Hát, vagy itt nem is volt. Lehet, hogy itt alapból nem volt, mert valami történt vele. Nézzük meg. Aha. Itt nem is volt. Eladtam volna, vagy valami, vagy mi történt? Azzal a jóga matraccal, ami ott volt. Na mindegy. Oké, ellátja a babát, aztán gyakoroljuk egy kicsit a jógát, és te pedig el vagy. Jó. Ti pedig, nem vagytok túl jó hangulatba. Először is ennetek kéne, neked is, és neked még nem. De Claire nincs annyira jó hangulatba, úgyhogy ő egyen, és utána pedig visszafeküdhetne aludni. Finish extra credit még mindig nem csináltad meg? Csináld meg. Na. Jó, most már valamennyire nyugi van, úgy érzem. Most már fellélegezhetünk. Nem. Nem lélegezhetünk föl. Nem. Mi a franc bajod van? Mi a bajod? Hogy felnőttek? Értem. Akkor viszont kell a kis randomizáló... Opa, bocsánat. Megütöttem a mikrofont, szóval kell a kis randomizáló appom. Mint az előző részben, vagy előző előtti részben, vagy nem tudom mikor. Bocsi, nem tudom, hogy mikor használtuk utoljára. Random trait and aspiration. Oké, kit akarok? Nekem toddler kell, és legyen, igen. Inquisitive, Emily Inquisitive lett. Inquisitive, szuper, és Dorian pedig independent. Oké. Independent, yay! Oké. Na, hogy néztek ki? Tehát Emily úgy néz ki, mint egy fiú. Nem, ez Dorian, bocsánat, akkor... Emily, aki ő, úgy néz ki, mint egy fiú. De nem baj, aranyosak. Rendben. Ennyi Lea, mit csinálsz? Na most már egy kicsit könnyebb lesz, szerintem. Bár kéne valami alvóhely az új gyerekeknek. Minden esetre most tök jó lenne, hogyha az egyikőjük mondjuk játszana ezekkel a babákkal. Vagy tudjátok, mint mindkettőjük. Ez legyen az ő kis életcéljuk, hogy mindketten többet játszanak ezzel az akármicsodával, és nézzük meg, hogy a többiek hogy állnak a... Claire már a movementnek a negyedik szintjén van, szóval, hogyha még játszunk vele egy kicsit azzal a kis akármivel, akkor hamarosan fel tudjuk növeszteni. Bocsánat, egyébként tényleg a hangomért, de annyira be vagyok rekedve, hogy... És most nem azért, mert reggel van, bár nyilvánvalóan nincsen túlságosan későn, szóval reggel van végül is, de nem csak azért vagyok. Takarítsuk ki ezt a Billit, azt mondom, és nézzük meg, hogy áll. Aha, a thinkingnek a harmadik szintjén van, vagyis folytatnunk kéne, majd miután evett, és az ikrek pedig itt csinálják a feladatukat. Ezt is takarítsd. Nem szeretnék kis cserkész lenni
a 100 baba kihívásos gyermekeimmel. Semmiképpen se szeretnék cserkész lenni velük, cserkészek lenni velük, mert ez egy, csak egy plusz dolog lenne, amire figyelnem kell, és nem írja ki a szabályzat, hogy bármiféle plusz dolgot kell velük csinálni, úgyhogy... Úgyhogy nem. Na jó, milyen kaja van? Van egy ilyen kaja. Ez még jó lehet, de ez már romlott, úgyhogy ne abból legyél. És te pedig... Miért eszed azt? Ne egyed. Játssz el a babákkal... Vagy várjál, nem. Te Branson vagy, várjál. Nem jó? Study Shapes. És akkor ők... te is vehetnél egyet. És Ace pedig teljesen jól van. Bár ez tök jön, hogyha flasholná, és aztán pedig használná is. És szegény Claire nagyon-nagyon koszos. Minden esetre meg fogjuk most fürdetni, úgyhogy semmi baj nem lesz ebből. Akkor utána Miley tök jó lenne, hogyha Billy-re szoktatná Claire-t, mert hát igen, eléggé kell neki biliznie, és utána pedig majd lefeküdhetne aludni. Movement-nek a... hát hamarosan eléri az 5. szintet. Úgyhogy hamarosan meg lesz. Te pedig, drága Dorian, nem tudok rád kattintani, már nem tudok rád kattintani azért. Neki is aludnia kéne, úgyhogy ő is lefekszik aludni. Hát, hogy hova fogunk mi még 2 kis ágyat tenni, azt nem tudom. Fogalmam sincs. Még a végén építek ide hátra még meglátjuk. Na mindegy. Emily, neked is aludnod kéne, viszont te most játszál a babákkal, mert szeretném, hogyha játszanál velük. És Miley pedig vehetne egy fürdőt. Egy kicsit feküdjön le aludni, majd felkeltem, és utána jogázhatnánk. Azt nem értem, hogy Claire miért koszos még mindig, amikor már megfürdettük. Ezt nem értem. Mindegy, aludjál, légy szíves. Nem értem, miért koszos. Na mindegy, ezt cseréljük ki, mert nincs kedvem most semmit csinálni velük. És csinálok néhány képet. Imádom a meleg teát. Meleg teánál már csak a meleg kalciumos? Nem. C-vitaminos. Igen, a meleg C-vitaminos mézes tea. Az a finomabb. Nagyon szeretem. Na jó, mert hogy úgy C-vitaminos, hogy C-vitamin poros, azzal ugye lehet ízesíteni a teát. És egészséges is, úgyhogy én nem tudom, én nagyon szeretem. Jó, hol tartanak a gyerekek? 3. szinten vannak az Imagination-ben. Várjál! Branson is Imagination tanul? Nem, ő Thinking-et, és elérte az 5. szintet. Úgyhogy tudjátok, mi fog következni, én nem várok. Illetve egy kicsit még várok, amíg gyorsan Claire is fölnő, vagy hát, hogy eléri azt a szintet, hogy fölnőhessen, és hát te még egy kicsit, csináltad a dolgokat, és felkeltjük Miley-t, ezt így kitakarítjuk, használjuk, föltöröljük, és utána csinálunk kéne egy tortát, úgyhogy nem bék. Mindig elfelejtem, hogy a tortát főzni kell. Bocsánat. Szóval egy sugar free carob coconut cake-et fogunk csinálni szerintem, és remélem, hogy addig Claire kibírja. És nem lesz túlságosan, hát nem is túlságosan nagy, hanem nagyobb baja, mint a mostaninál, mert most sincs eléggé jól egyébként. Ez az. Igen, elérte. Úgyhogy most már csak reménykedünk, hogy nem csinálnak semmiféle rossz dolgot. Jaj, itt valami nem jó, várjatok. Oké. Szóval megcsináltad a tortát? Lehet, hogy elrakta? Vagy ide rak? Itt van. Jó, akkor erre rakjunk gyertyákat. Jó, és akit fölnöveztünk, az ugye először Bransont kell fölnövesztenünk, mert szeretném, hogyha szépen sorba lennének a betűk, ugye itt fontos az ABC miatt. Claire szegényem kidőlt,
de semmi baj. Ők alszanak mindketten, ezt mondjuk lefényképezem, mert szegényem nagyon cuki. Olyan, mint egy kis batyú, nem? De rohadtul olyan. Oké. Akkor felneveztettük Bransont, szuper, és kell egy új randomizált mindenféle aspiration, meg ilyesmi. Úgyhogy randomizáljuk artistik, igen, prodigy, és kleptomániás. De jó, azt nem szeretem. A kleptomániást. De mindegy, hol van a kleptomániás? Slob. Kleptomániás. Oké. És akkor most adunk rá még egy gyertyát, még gyertyákat. Közben Branson lefeküdhet aludni. És közben megnézem, hogy Ace hogy áll mindennel. Ő tök jól van. Semmi gondja nincs Ace-nek. Miley, rak még erre. És akkor segítünk elfújni a gyertyákat Claire-nek. És akkor nézzük a következő aspiration-t. Ó, ez egy egész jó aspiration és egy egész jó trait lett. Ez nem mondom ki. És neat. De majd mindjárt látni fogjátok, hogy mit adott ki ez a randomizáló neki. Oké, szóval ezt adta ki neki. Igen, és ezen belül, vagy hát ezek után pedig a neatet. Neat. Szuper. Ez egy kislánynak való trait, meg úgy minden, úgyhogy teljesen meg vagyok vele elégedve. Oké, mit csináljunk? Nagyon éhes. Claire nagyon éhes, úgyhogy vegyen ebből egy szeletet, és utána pedig lefeküdhet aludni. Akkor Branson meg már rögtön alszik, és az ikrek, ők jól vannak. Főleg ez a kis picike, őt fel is ébreszthetjük, ő kicsoda? Dorian? Igen, Dorian. És mehet vissza játszani a babákkal, és te pedig neked aludnod kellett volna, miért nem mész el aludni? Szeretném, hogyha elmennél aludni, kérlek szépen, menjél, köszönöm. Te eszel, Ace is eszik, és Ace-nek is visz... Most ez komoly? Mi gondod van? Aludj! Itt valami nincs rendben, úgyhogy rezetelem. És ezt is lehet rezetelni. Jó, most feküdjél oda. Aludj már! Aludjatok! Hát ezek gyökerek, akkor ne aludjatok, én kurvára leszarom. Bocsánat, én nagyon leszarom, tehát engem nem érdekel. Akkor ne. Nem az én gondom. Csatlakozzunk a játékhoz. És mondjuk, igen. Hát menj aludni. Mi a francot képzelsz magadról amúgy, hogy felkelted? Amúgy, de tényleg. Ekkor egy izét... És hát nem, rossz dolgokat nem mondunk kisgyerekekre, nem azért mondtam, csak ez gonosz volt eléggé. Na mindegy. Már itt felébresztjük, hogy csináljon valami kaját, és hát nem most fog lefogyni, szerintem. Megint felkelt valamelyik, pedig igen, mindkettő pedig alig aludtak. Hát itt valamit kell csinálni, úgyhogy egy pillanat. Egy picit megváltoztattam a szoba elrendezését, hát ha ezzel volt probléma. És most megpróbálunk aludni, megint. Addig, azt tudom, hogy Dorian hát egy kicsit le van maradva a Sims, úgy érzem. Oké, ezt rakjuk be az eszköztárba. Ebből együnk, jó? És fölkelt Dorian, aki... megtörődésre lenne szüksége, és nem alszanak a gyerekek. Jó, hát ne aludjanak, akkor játszunk mondjuk, ki van ott? Ésszel. Akkor ne problémázzunk ezen annyit. Jó, és viszont mi pedig áthívhatnánk kedves úristen kicsodát James, igen, James-t. Hogy egy kicsit foglalkozzunk azért a kihívással is, ugyanis szeretném, hogyha ebben a részben azért teherbe esne, nem minden csak arról szóljon, hogy a gyerekek, meg a gyerekek, bár így is minden arról szól, de értitek, szóval legyen benne egy kis
kis történés is, egy kis bármi. Oké. Brighton Day. Tök jó, hogy az ajtó előtt beszélgettek, de nem baj, mindenki menjen iskolába. Ti nem mentek? Ti nem mentek, te mész. Rendben. Akkor az ikrek nem mennek, úgyhogy Branson. Igazából, hogyha már nem hajlandó enni, vagyis aludni, akkor megcsinálhatná a házi feladatot, és majd Claire is megcsinálhatná, csak előbb ő neki vécére kell majd mennie, és utána enni, és utána pedig megcsinálhatja a házi feladatot, és akkor nézzük, hogy Miley hol tart. Pick up line, próbáljuk meg. Nem tetszik neked, miért nem? Mi bajod van? Tökre jól néz ki, Lea. Nem is értem, miről beszélsz. Na, csak sikerül végre. De aranyosan néz ki. De ezt muszáj lefényképeznem, bocsi. Igen. Tetszetős. Nagyon tetszetős. Oké. Bolt pickup line. Igen, first kiss, yeah! És utána már mehetünk is, és csinálhatjuk azt, amit kell. Try for baby with James, yeah! Végre! Remélem, hogy terve fog esni Miley, és remélem, hogy ikrek lesznek úgy, mint eddig is, kétszer. Ez tök király lenne. Közben megnézem, hogy a gyerekek megcsinálták-e a házi feladatukat. Igen, ő megcsinálta, most elefektetem őt ide, hogy tudjon aludni. Claire pedig teljesen jól van, wow, azt a mindenit, az igen. És, elment, úgyhogy remélem, hogy terhesek vagyunk. Nézzünk meg gyorsan egy terhességi tesztet. Igen, yeah, terhesek vagyunk. Szuper! Akkor most megint nem fogunk lefogyni. Na mindegy. Lefekszünk aludni, és hát úgy döntöttem, hogy a mai videót azt itt lezárom. Csak gyorsan keresek valami jó képet. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai videóban is, és remélem, hogy tetszett nektek ez a rész is, és remélem a többi rész is tetszik nektek, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Illetve még mindig nyugodtan írhattok neveket a komment szekcióba, hogy könnyebb legyen nekem is kitalálnom, illetve választanom neveket a későbbiekben. Úgyhogy nyugodtan írjátok le kommentben, hogy milyen névötleteitek vannak, és majd meglátjuk, hogy melyiket fogom választani. Nem tudok beszélni. Ne legyetek betegek, igyatok sok meleg teát, és sziasztok!